Lázasan készül 160 zenész, hogy bemutassa a szekszárdiaknak, mit tanultak az idei fúvós táborban. A DDRF Symphonic Band különlegessége, hogy egy évben egyszer, egy hétre jönnek össze. Van kettő darab csapatunk, egy kicsik csapata, meg egy nagyobb csapata. A kicsik idén 50-en vannak, ők a 14 év alatti korosztály, és a nagyok meg a 16 év fölötti korosztály, és egy hétig táborozunk, és megtanulunk egy elég komoly koncertprogramot, ami nagyon nehéz, nagyon mutatós, és nagyon szórakoztató is, és ezzel a programmal megyünk három különböző helyszínre, amiből az egyik a szombatesti koncertünk, az a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban lesz 7 órakor a nagyoknak bent a színházteremben, és 6 órakor pedig a kicsik játszanak a színház előtti téren. Az egy hét alatt nem csak egy nagy koncertet tanulnak meg és gyakorolnak be, hanem a többnyire idegen emberekből álló zenekar egységé kovácsolódik. A gigantikus méretű fúvószenekar többek között a Star Wars jól ismert dallamait, vagy Frank Sinatra zenéit is eljátsza majd szombaton a Tolnai megyeszékhelyen. Mindenkit várunk erre, mert nagyon színes programmal készülünk. Azt szeretnénk, hogy szeretnénk a közönséghez közelebb vinni a fúvós zenét, éppen ezért mindenféle lehetséges stílusban játszunk. Vannak swinges darabjaink, van egy hatalmas nagy Csillagok háborúja filmzene darabunk, egy 5 tételes, 20 perces darab, ami gyakorlatilag egy az egyben az eredeti filmzene. Lesznek indulók, lesznek nagyon érdekes szólódarabok, egy fuvola szólódarab lesz, meg egy eufónium szólódarab. Szerintem az eufóniumot nem is nagyon ismerik még az emberek, és ezzel szeretnénk így bemutatni azt, hogy mi mit tanultunk, meg hogy mit tudunk, és hogy milyen hangszereink vannak, és nagyon érdekes darabokat játszunk. Mindkét koncert ingyenes, így aki egy könnyed kikapcsolódásra vágyik, látogasson el augusztus 6-án szombaton a Babits Mihály Kulturális Központba.